Nagyszabás ünnepség keretében neveztek ki több száz oktatási intézményvezetőt Budapesten. De nem problémamentes ez a mai helyzet. Azért vagyunk mindannyian vezetők, hogy a problémákat észleljük, és jó válaszokat találjunk megoldásként. Bódis József azonban híradónknak nem kívánt beszélni arról, hogy van-e pedagógus hiány. A Klik új vezetője ugyan nem zárkozott el az interjú elől, végül mégsem akart kamerán kellé állni, így csak a Magyar Hírlapnak adott interjújából derül ki, hogy szerinte nincs országos pedagógus hiány. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke nem ilyen optimista. Tanárhiányról beszélni szerintünk nem hogy lehet, hanem kell is felhívva erre a rendkívüli problémára a figyelmet. A PDS egyebek mellett a pedagógusokra vonatkozó nyugdíjszabályok módosítását és a gyakornoki bér jelentős emelését javasolja. A pedagógus hiány ügyében viszont a szaktárca egyelőre nem akar tárgyalni velük. És akkor folytatjuk is ennek a témának a megbeszélését. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Van-e pedagógus hiány, vagy nincsen? Én itt említettem korábban a nézőknek kettő mondatot, mind a kettőt a Klik új elnöke mondta. Az egyik az az, hogy nincsen tanárhiány, vagy általános, nagyobb mértékű tanárhiány nincsen, illetve a másik, hogy azért az nem várható, hogy minden iskolában minden tantárgya legyen tanár. És persze van feloldása ennek az ellentétnek, mert ugye ők azt mondják, hogy többletúra számokkal, túlórákkal, illetve azzal, hogy tanárokat iskolák között utaztatnak, tehát hogy nem teljesen ásó tanárok lesznek, hanem megtart az egyik iskolában 3 magyar órát, és utána a másik iskolában is 3 magyar órát, így azért meg lehet oldani a problémát. Ez így megoldásnak tekinthető-e? Ez se hosszú távon, se rövid távon nem megoldás, de engedjük, hogy visszatérjék az első mondathoz először, amiben ugye arról van szó, hogy nincs általános pedagógus hiány, remélem jól idéztem a Klik új igazgatóját. Szeretném mondani, hogy itt van egy súlyos probléma, nevezetesen az, hogy a Klik új igazgatója vagy nem elég tájékozott, vagy egyszerűen nem a valóságot mondja, nem a valóságról számol be, ugyanis ha megnézi a hivatalos, van ez a közik.hu, ez a hivatalos portál, ahol a tanári állások kiírásra kerülnek, ott augusztus elején több mint 2700 hiányzó hely volt. Na most megvolt a válaszuk rá. Azt mondták, július végi adat volt ez talán, azt mondták, hogy nyár közepén nincs értelme ilyen adatokat nézegetni, mert hogy ez egy normális fluktuáció, hogy nyáron jönnek, mennek a tanárok, és majd szeptemberre dől el, hogy hol mennyi. Na most, hogyha ma rámegyünk erre az oldalra, akkor azt fogjuk látni, hogy lehet, hogy valamennyivel csökkent ez a szám, de még mindig közel 2400-2500 hely betöltetlen. És szeretném mondani, hogy az nem megállap, vagy az nem megoldás, hogy azt mondjuk, hogyha ön magyar tanár, akkor mostan nem tudom én 9 és 12 között itt Kőbányán fog tanítani, majd utána nem tudom én 14 és 17 óra között meg Rákospalotán. Igen, mert azért el tudom képzelni annak a tanárnak az életét, aki egyébként utazgat, aki nem kötődik úgy egy tanári közösséghez, az iskola életéhez. Mert ugye az a baj, hogy nem érti a Klik, hogy itt nem csak arról van szó, hogy bemegyek valamelyik órára, és hogy az előbb csak Budapestről beszéltem, de képzelje el, ezt most vidéki viszonylatban mondjuk kisvárosok között. Szóval itt nem csak arról van szó, hogy valaki bemegy, és akkor megtartja a magyar órát, vagy a matematika órát, hanem arról van szó, amit ön pont megemlített, hogy a tanárnak muszáj, hogy legyen kapcsolata a gyerekekkel, az iskola közösséggel, a szülőkkel, lehetnek problémás gyerekek, akiknek segíteni kell. Ha én berohanok egy órára, és megtartom, utána átrohanok egy másik iskolába, akkor úgy tekintem azokat a gyerekeket, mint valamiféle bábukat, akiknek gyorsan lenyomom az anyagot, néhány embert feleltetek, kiosztok néhány dolgozatot, és már ott se vagyok. Ez abszolút ellentmond mindennek, amit a modern oktatási rendszer megkövetelne. Nyilvánvalóan ez nem egy tökéletes, meg valószínűleg nem is egy elfogadható helyzet. De az azért kijelenthető, hogy egyelőre nem omlik össze a rendszer. Tehát mondjuk arról nem hallunk, hogy az XY iskolában nem tudják megtartani a magyar órákat, mert egész egyszerűen nincsenek. Tehát ilyen hírek azért nincsenek, tehát valahogy azért recsegve ropogva, de működik a rendszer. Meddig vajon? Ugye szeretném mondani, hogy ez nem egy pozitív hír, hogy még nem omlott össze a rendszer. Tehát ha 2018 végén Európai Unión belül egy tagállamban annak örülünk, hogy az oktatási rendszer még nem omlott össze, akkor igen nagy bajba vagyunk. Ugyanakkor azt is kell mondanom, ha akarja, akár személyes tapasztalatok alapján, hogy de igen, már a múlt tanévben is voltak olyan iskolák, és voltak olyan tanórák, amire csak olyan helyettesítő tanár tudtak beküldeni, akinek semmiféle kompetenciája az adott tárgyhoz nem volt, tehát semmi más nem csinált, csak ott ült a gyerekekkel 45 percen keresztül, és figyelte, hogy ne bontsák le az osztálytermet. Ön szerint előfordulhat, hogy a teljes rendszer összeomlik?
hogy egyre több ilyen lesz, mint amit most nagyjából egyedi példaként említett, vagy legalábbis nem túl jellemző, hogy ebből már olyan nagy számú lesz, és olyan sok ilyen történés lesz, hogy nem működik a rendszer. Ez is elképzelhető, de én igazándiból arra szeretnék figyelmeztetni, hogy a rendszer jelenlegi állapotában is abszolút alkalmatlan arra, hogy a gyerekeinket egy modern, korszerű ismeretanyaggal ruházza föl. Tehát az nem megoldás, mondom még egyszer, hogy ledarálom az óraanyagát és tovább rohanok. Magyarországon nincs normális európai értelembe vett oktatási rendszer, és ez az igazi baj, mert ez a jövőnkről szól, ezeknek a gyerekeknek, akik most ülnek az iskolapadban, a jövőjéről szól. Úgyhogy azért azt kell, hogy mondjam, nem az az igazi veszély, hogy na majd akkor összeomlik a rendszer, hanem az az igazi veszély, hogy a gyerekeink úgy kerülnek ki az iskolából, hogy nincsenek megfelelő ismeretek, készségek és képességek birtokában. És akkor ugye most a jelenlegi helyzetről beszélünk, és akkor még azt a problémát nem is említettük, hogy a tanároknak nagyon nagy része 50 év feletti. Tehát ez azt jelenti, hogy 7-10 év múlva nagyon sok tanár elmegy nyugdíjba, és ugye közel nincs annyi utánpótlás, mint amennyi kellene, hogy azzal mit lehet majd kezdeni így hosszabb távon. Ugye az egy abszolút súlyos probléma, és ugye erre a szakszervezetek is, a szakemberek többször utaltak már, hogy közel 40%-os a lemorzsolódás az újonnan munkába lépő tanárok a fiatalok esetében, mert hogy vagy kevés a fizetésük, vagy nem olyanok a munkakörülmények, vagy jobb munkakörülményeket találnak. Szóval az a baj, és ennek nagyon fontos, ezt megemlített, hogy stratégiailag sincs rendben. Nem tudjuk, hogy mi lesz 10 év múlva, nem tudjuk, hogy lesznek-e még megfelelő tanárok. Olyan tanárok, akik majd az akkor szükséges ismeretanyagot is továbbítani tudják a gyerekeknek. Úgyhogy ha azt mondjuk, hogy ma rossz állapotban van a rendszer, akkor ha előre nézünk, akkor még inkább el fogunk borzadni, mert ott még rosszabb körülményekre várhat. Akkor, ha ez az oktatási rendszer így folytatódik, ez az oktatáspolitika így folytatódik, ahogy az 2010 óta folyik. És ez a mondjam, már nagyon régi a probléma, csak hogy egy saját személyes élményt is említsek. Én egyébként eredetileg magyar szakos tanár vagyok. Na most az én évfolyamtársaim közül jó néhány éve. Én néhány évvel ezelőtt voltam, amikor egyetemista voltam, nem árulom el, hogy mikor, de már akkor azt mondták az évfolyamtársaim magyar szakos tanárként, hogy jó, hát tanítani biztos, hogy nem fognak. Tehát, hogy ez már akkor is általános vélemény volt. Tudományos Akadémia is kiadott egy állásfoglalást, ez ugyan még tavalyi állásfoglalásuk. Ők ebben azt írták, hogy 4-5 éven belül lehet komoly pedagógus hiány, és főleg a természettudományi területen. Ennek mi az oka, hogy pont ezen a területen? Ugye a természettudományi területen különösen rossz a tanárellátás, ez így van, évek óta hivatkozik erre az akadémiai felmérésre, de korábbról is tudjuk. Ennek nagyon egyszerű oka van, nevezetesen az, hogy akik mondjuk fizikát, kémiát, matematikát, hasonló tárgyakat tanultak az egyetemen, mert ilyen végzettségük van, azoknak nagyon sok lehetőségük van máshol elhelyezkedni az iskolán kívül, az oktatási rendszeren kívül, ahol összehasonlíthatatlan jobb körülmények között dolgoznak, és nem csak a fizetésről beszélek, hanem a megbecsülésről, és egyáltalán a munka jellegéről, és azért tetszük ágában nincs elmenni rosszul fizetett középiskolai vagy általános iskolai tanárnak, és én azt gondolom, hogy ez az oktatási kormányzat másik súlyos hibája, hogy egyszerűen ilyen embereket nem tud bevonzani az oktatás rendszerben, pedig nincsenek eszközei hozzá. Pedig egyébként az elvitathatatlan, hogy azért fizetésemelések történtek. Jó, tudjuk, hogy nagyon nagyok az aránytalanságok, hogy melyik tanár milyen mértékű emelést kapott, de mégis azért az elmúlt években volt jelentős pedagógus fizetésemelés, és úgy tűnik, hogy nagyon nem segít ez sem. Igen, mert az újabb bizonyíték annak, hogy nem mindig csak a pénz számít, nem mindig csak azt számít, hogy én kapok most pár ezer, vagy akár pár tízezer forinttal több fizetést, hanem az a társadalmi és szociális környezet, amiben a tanároknak dolgozniuk kell. Hát gondoljon bele például abba, éppen a matematikát és a természettudományos tárgyakat említettük, hogy korábban ezekben a nagyhírű budapesti gimnáziumokban, vagy vidéki gimnáziumokban is milyen megbecsülése volt egy fizika vagy matematika tanárnak, hát azok szimbólumok voltak. Ma ezekből semmi nincs, és ez nem egyszerűen a fizetésnek a kérdése, hanem az, hogy a kormányzat semmit nem tesz annak érdekében, hogy legyen egy tényleges társadalmi megbecsülése a pedagógus munkának. Ha már említettem most a Magyar Tudományos Akadémiát, ugye a Tudományos Akadémiáknak a szövetség, amely 40 országnak 58 tudományos akadémiáját egyesíti, ők 1994 óta működik ez a szervezet. És hát ha igaz, amit olvasni lehet, akkor 94 óta soha olyan még nem fordult elő, hogy politikai nyilatkozatot adtak volna ki, és most először megtették Magyarországgal kapcsolatban, mégpedig ugye a Tudományos Akadémia költség elvonása kapcsán. Azt írták egészen pontosan, hogy
Úgy gondoljuk, hogy Magyarország és a magyar tudományosság jó híre fogja benni, hogyha a kormány csökkenti a Magyar Tudományos Akadémia autonómiáját. Tehát nem csak a tudományosak, hanem egyáltalán van véve az egész országnak a megítélése. Ön szerint egy ilyen erős, markáns vélemény egy ilyen nemzetközi szervezettől érdekli-e bármilyen szinten a kormányzatot? Én attól tartom, hogy ezt a kormányzatot az égott egy olyan semmi nem érdekli a saját érdekén és a saját céljén kívül, de azt a mondatot emeljük ki még egyszer, amit ön mondott a bevezetőjében. Nevezetesen az, hogy ez a nagy tekintélyű intézmény megalakulása óta nem szólalt meg ilyen jellegű politikai ügyben, mert hogy nem volt rá oka. Most van rá oka, mert azt látja, hogy azon keresztül, hogy a kormány megpróbálja elvonni az MTA-tól a költségvetési támogatást, illetve ellenőrizni azt, ezzel a kutatásnak, a tudománynak a szabadságát veszélyezteti, és erről szól ez a nyilatkozat. Azt mondja ez a nyilatkozat, hogy igen, Magyarország tekintélyének számítani fog, kárt fog neki okozni, hogyha a tudomány és a kutatás szabadsága korlátozva van, és majd kormánytagok fogják előírni, hogy ezt az irányzatot tessék követni, azt az irányzatot ne tessék követni. Ilyen a világon nincs, legalábbis világnak azon a részén, amit Európának nevezünk. Ön szerint mi lesz ennek a helyzetnek a feloldása? Ugye a kormánynak volt egy javaslata, hogy visszakaphatja a Tudományos Akadémia rendelkezési jogot az 58 milliárd forint felett, abban az esetben a döntéshozó testületbe kormánytagok is bekerülhetnek. Ez lesz a végső megoldás? Nézd, én ezt nem tudom megmondani, hogy ez lesz a végső megoldás, de azt meg tudom mondani, hogy ez a fajta felvetés, ez a fajta zsarolás, ez abszolút értelmetlen. Hát a kormánytagoknak mi közük van, vagy a kormány megbízottaknak, vagy a pártkatonáknak? Honnan tudják megítélni, hogy a fizika, a nem tudom én, a történelem tudomány, vagy bármely más tudományterületen ez vagy az a kutatás, ez fontos, vagy nem fontos? Hát ez nem politikai hovatartozás kérdése. Ők szeretnék eldönteni, hogy ez egy értelmes kutatás-e, vagy nem? Ezt ne döntsék el, mert nem értenek hozzá. Egy csomó dolog van, amihez nem értek, eszembe se jut, hogy azok a területeket bármit is eldöntsek. De miért gondolja azt a kormány, hogy ő tud olyan képviselőket oda küldeni, akik majd jobban meg tudják mondani, hogy mit kell kutatni, mint azok az akadémikusok, akik egy életművel tudják igazolni, hogy az adott területnek nemzetközi hírű szakemberei. A Magyar Tudományos Akadémián nem akárkik ülnek, az akadémikusok nem akárkik, azok azért akadémikusok, hallottam azt a nyilatkozatot, amit a országgyűlés elnökének sikerült tennie, aki arra utalt, hogy itt vannak politikailag odajuttatott politikai akaratból odajuttatott akadémikus. Ennél durvább mondatot keveset hallottam, ugyanis a kormány most pontosan erre törekszik. Pontosan arra törekszik, hogy a nemzetközi hírű kutatók helyett majd pártkatonákkal és kormánydelegáltakkal döntessék el, hogy milyen területeken szabad mit kutatni és mit nem. Hát itt szerintem ebben a témában még nagy viták várhatók, meglátjuk majd, hogy hogyan zárul. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm szépen.